Nem akartam, hogy miattam meghalljanak élő lények. Nem akartam megenni a húst. Nem akartam halált a körül, amit én tápláléknak nevezek. Azt látom a pácienseken és a hétköznapi embereken, hogy van egy aggodalmuk, ami a környezetből sugárzott beléjük, hogy a húsevés elhagyása miatt a vas, a B12 és a fehérje bevitel az hiányos lett. Az állati élelmiszerek hosszú távon bizonyosan nem tesznek jót, a növényi élelmiszerek hosszú távon semmilyen kárt nem okoznak az ember szervezetében. Ezt már csak az az orvos nem tudja, aki nem olvassa el a szakirodalmat, mert naponta százával jelennek meg a publikációk arról, hogy a növényi étkezés az teljesen egészséges. Nem csak a felnőtt egészséges embernek jó, hanem akár a terhes anyának, a szoptatósnak, a gyereknek is. Gyerekkoromtól kezdve nem ettem túl sok húst, annak ellenére, hogy amikor felnőttem, akkor a családomban az volt a szokás, hogy húsevők voltak. És most egyáltalán nem eszem már 13 éve. Igen, és az utóbbi hónapokban pedig már növényi étrendet tartok. Nem akartam, hogy miattam meghalljanak élő lények. Nem akartam megenni a húst. Nem akartam halált a körül, amit én tápláléknak nevezek. Sajtot ettem sokat, azt nagyon szerettem, és egyéb tejtermékeket, és fájt tőle a fejem, rossz volt a közérzetem, és csak próbáltam különféle sajtókat elérni, de mindegyiktől volt. És akkor arra gondoltam, hogy inkább ezt abba hagyom, nem kell nekem. Manapság teljesen elharapózott civilizációs megbetegedések, magas vérnyomás, cukorbetegség, szívérendszeri megbetegedések. A növényi alapú teljes értékű táplálkozás esetén sokkal alacsonyabb rizikóval szerepelnek. Sokkal inkább a vegyes táplálkozás mellett fordulnak elő hiányok. Például a vas hiány is gyakoribb a vegyes táplálkozás mellett. A vegetáriánusok között nincsen több vas hiányos, mint a húsevők között. Az embereknek az egyén adottsága, hogy milyen a vas felszívódásuk, nagyon lényeges szokott lenni a vas hiány kialakulásában. Lehet, hogy furcsán fog hangzani, de remélem, hogy nem. Én a szabad ételválasztásnak a híve vagyok, tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy mit szeretne, nem fogok senkire rábeszélni semmit. Ami a legsúlyosabban szokott latba esni, az a B12 vitamin hiánytól való félelem szokott lenni. A legutóbbi kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalat egybehangzik, hogy azok a mindig megtalálható baktériumok, amik vannak az ételben és a szervezetünkben, azok termelnek elég B12 vitamint, itt megint a felszívódás szokott lenni a probléma. Ha valaki nem növényi táplálkozást folytat, akkor azok a fontos tápanyagok, amelyek a bélrendszer számára kellenek, el se jutnak például a vastagbélig. Minden felszívódik már sokkal korábban, és az értékes anyagok azok nem jutnak el a vastagbélig. Több amerikai egészségügyi tudományos társaság deklarálta azt, hogy a növényi alapú, teljes értékű táplálkozás egészségesebb, mint a hús alapú táplálkozás. Azt gondolom, hogy a felnövekvő generáció számára nagyon fontos, tehát a gyerekek számára nagyon fontos, hogy milyen étrendet kapnak, és elbeszélgetek a szülőkkel éppen emiatt. Hát ismerniük kell a családban előforduló krónikus betegségeket, és azokat tudjuk, illetve a betegségre való hajlamokat, és az egyértelmű is tudjuk, hogy a felnőttkori krónikus betegségeknek az alapja az gyerekkorban teremtődik meg. Számomra tehát nem kérdés, hogy a jövő táplálkozási módja az a növényi alapú táplálkozás, tehát a vegán étrend. Ebben nincs semmilyen veszély egyetlen korcsoport, vagy élethelyzetben lévő ember számára sem, és az egyetlen kiút az emberiségnek, hogy a környezeti problémákat, a világ élelmezés problémáit megoldja.
ez a növényi táplálkozás az, amely a reménységet adhatja a világ élelmezés számára.